5 év után távozik a Szeged kézilabda csapatától, hogy 3 évre a nagy rivális hétvégén BL Final Four-t játszó Veszprémhez csatlakozzon nyártól. A korábban már légióskodó Ancsin Gábor válogatott átlövőt a váltásról, szegedi mérlegéről, illetve új klubja kölni kilátásairól is kérdezzük. Már is őt kapcsoljuk. Szia, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, köszöntöm a nézőket! Gábor, a Szeged nagy reményekkel indult a szezonnak, aztán ugye kiderült, hogy maradt most is a második hely. Tudásotok maximumát sikerült-e kipréselni magatokból idén? Hát, hogyha a maximumot tudtuk volna nyújtani, akkor úgy gondolom, hogy legalább egy aranyat el tudtunk volna szerezni. Nehéz idényünk volt, ugye a Bajnokok Ligája új kiírása miatt is egy fokozottabb terhelést kaptunk, illetve ugye két döntőt veszhettünk el ismét, de most ez annyival rosszabb volt, hogy tényleg mind a kettő egy nagyon pici múlott. Tehát azt most már egyértelműen éreztétek mindannyian, gondolom frusztráló is, hogy most már olyan nagyon-nagyon kevés van már, tehát hogy közelítettetek, igaz? Tehát hogy most már ilyen benyúlási kérdés volt, hogyha úszásra fordítom a dolgot. Hát pontosan így van, ahogy ezt mondtad. Nagyon rossz volt így megélni két ilyen döntőt, ahol tényleg éreztük úgymond az aranynak az ízét, de aztán végül maradt az ezüst, és ezt nehéz volt így ezt megélni. Mert más az, hogyha egy döntőbe több góllal kikapsz, ahol igazából úgymond annyira esélyed nincsen, de ez így most nagyon rossz volt. Neked egyébként személyesen melyik a fájdalmasabb ezüst, a kupa vagy a bajnoki? Hát úgy gondolom, hogy a kupa az azért már az nehezebb volt megélni, mert ott tényleg 7 méteresek voltak, és ugye vezettünk is a 7 méteres párbajba, és utána ugye jött egy rosszabb sorozat, és az sokkal nehezebb volt megélni. A bajnoki döntő meg sok minden miatt volt nehéz, ugye távozás miatt kikaptunk, megint elbuktunk egy döntőt, annak egy kicsit más hangulata volt. Ugye 5 év után távozol Szegedről egy EHF trófeával gazdagabban. Mit jelent számodra ez a klub, ez a csapat, ez az időszak? Én nagyon boldog vagyok, hogy ennek a csapatnak részese lehettem, és borzasztóan büszke vagyok rá, hogy ezt a EHF kupa győzelemnek én részese lehettem. Nagyon örülök, és tényleg ezúton is szeretném megköszönni minden szegedinek, tehát tényleg a klubnak, szurkolóknak, játékos társaimnak, hogy én itt lehettem, és ez alatt az idő alatt rengeteget tanulhattam. Gábor, nehéz szívvel mész? Te akartál menni, mások nem akartak már téged annyira, meguntad az örök második helyet. Mi volt itt a motiváció a váltásban? Hát ez egy összetettebb dolog volt. Inkább akkor annyit mondanék, hogy megérett a történet a váltásra. Igazából nehéz szívvel hagyom el Szegedet, mert tényleg imádok itt lenni. Közel van a családom is, rengeteg barátom van itt, de be kellett látni, hogy lépni kell. Vagyis akkor te azt a saját fejlődésed szempontjából azt kerested, hogy hol lehetsz a jelenlegihez képest még jobb helyen, igaz? Igen, ez abszolút így van. 25 éves vagyok, és szeretném elérni az álmaimat, és mindent megteszek azért, hogy ezt sikerüljön is megvalósítani, úgyhogy igen, a fejlődésemet néztem. Tehát, hogyha látod, vagy láttad, hogy a formálódó következő év Szegedjét, azt az új keretet, abban már nem láttad annyira jónak, vagy előremutatónak a saját helyedet, vagy helyzetedet? Nem. Vagy hát ez egy nagyon nehéz kérdés, mert ugye Szegeden egy teljesen új csapat kezd épülni, ugye a nyártól. Inkább úgy gondolom, hogy ami nekem jobban fekszik játékstílusba, az nem ez, amit a pásztormester képvisel.
ezt nekem be kellett látni, és meg kellett lépni ezt a döntést. Na, ez világos. Miben változik majd a helyzeted Veszprémbe? Számoljunk-e, érdemes-e a te helyzetedben számolni játékpercekbe, tehát hogy mennyit kapsz, ugyanennyit vagy többet, mire számítasz? Hát az első évben én úgy gondolom, hogy az lesz a fő cél, hogy minél hamarabb beilleszkedjek a csapatba, felvegyem a ritmusát a veszprémi játéknak, illetve hogy Lacit nyilván tehermentesíteni kell majd. Hát igen, ugye Nagy Laci posztjára érkezel. Igen. Tehát ez most így percekben ezt nehéz lenne meghatározni, meg szerintem nem is lehet. Szerintem sok mindentől fog függni, hogy tényleg milyen gyorsan tudok majd beilleszkedni, felvenni ezt a ritmust, de nagyon motivált vagyok, és minden erőmmel azon vagyok, hogy bebizonyítsam, hogy ott a helyem, és tényleg a maximumot hozzam ki magamból. Na most, Gábor, hogy laikusként lássuk, világítsál már rá, hogy a te játékstílusod az ezzel a veszprémi felfogással, a szabatéféle játékmódszerrel miben fog jól illeszkedhet jól össze? Szóval ez miért feküdhet neked nagyobban? Hát úgy gondolom, hogy tehát a fizikumom az szerencsére adott. Hát ahogy egy korábbi edző mondta, egy nehéz bombázó vagyok. Úgyhogy nyilván nekem ez a világos, tehát hogy ez a B52-es kötelékben jól fogsz repülni. Igen. Úgyhogy reméljük majd sülni is fognak a bombák. Úgyhogy tényleg én pozitív vagyok, és nagyon motivált ezzel kapcsolatban. Na most a Bajnokok Ligájában is kiderült, hogy mi a különbség a Szeged és a Veszprém között. Ugye ti éppen az ellen a Kiel ellen estetek ki, amely a Veszprém ellen játszik a Final Four első meccsén. Milyennek látod most jövendő csapatod esélyeit ezen a BL elődöntőn? Abszolút esélyesnek, de én ezt rosszul fogalmaztam, nem abszolút esélyesnek, de ők az egyik legnagyobb esélyesei ennek a Final Four-nak. Nyilván ezzel mindenki tisztában van, hogy ezért nem lesz egy sétagalop. Tehát akár ugye egy Kiel elleni elődöntő, majd a következő nap egy döntő, tehát ez borzasztó nehéz menetelés lesz, de nagyon remélem és bízok benne, hogy egy Bajnokok Ligája győztes csapathoz érkezhetek a nyáron. Véleményed szerint, hogyha ismerve a Kielt pályán belülről is, a németek esetében mi a fő veszélyforrás, mitől kell leginkább tartani, mire kell leginkább odafigyelni majd Nagy Lászlóéknak? Hát ami a legfontosabb, az a technikai hibák lecsökkentése, tehát minél kevesebb eladott labda, amiből majd gyorsan tudnának lerohanni és könnyű gólokat szerezni, illetve a Landinon való résztalálás. Igen. Köszönöm, hogy kisegítettél. Ezek lesznek a legfontosabbak, mert mi is erre készültünk a Szegeddel. Az első meccsen úgy, ahogy sikerült, a második meccsen már kevésbé, ugye, és emiatt is nem jutottunk tovább a Bajnokok Ligájába. De nagyon bízom benne, hogy nekik ez sikerülni fog. Paris Saint-Germain vagy Kielce lesz a másik ágról a befutó a döntőbe szerinted? Fú. Ez nagyon jó kérdés. Szerintem Párizs. Uh-huh. No, egy pillanatra még a végén visszatérve személyesen rád, a válogatottság szempontjából szerencsése a váltásod. Erre gondoltál-e? Fú, hát nem tudom, hogy mennyire befolyásolja ez, hogy most Szegeden, Veszprémbe vagy külföldre igazoltam volna. Igazából mindent meg kell tennem, hogy behívjanak, és hogy érdemesnek találjanak a magyar válogatottságra. Úgyhogy, és amikor ott vagyok, ezt maximálisan kihasználni. Tehát nem hiszem, hogy ez most attól függne, hogy én most melyik klubban kézilabdázom. Gábor, köszönöm szépen, hogy velünk voltál, és akkor neked majd sikeres váltást és átilleszkedést kívánunk. Köszönöm szépen, szia! Nagyon szépen köszönöm!